Ó, hát aki ismeri a tankcsabát, ez pontosan tudja, hogy a MOL-lal, hála Istennek, évek óta, hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatunk, a fő támogatónkat tiszteletjük a MOL személyében. Így aztán, ha pusztán csak azért jöttünk volna ide, hogy szétnézzünk a MOL-arénában, már az önmagában egy elégséges indok lenne. Egyébként pedig azért vagyunk itt, mert most ejtettük szerét egy ilyen kis ceremónia keretében egy aranylemez átadásnak, illetve egy futballstadion bejárásnak, ha úgy tetszik. Az aranylemez átadásnak az oka elsősorban az, sőt gyakorlatilag az az oka, hogy most először fordult elő az életünkben, a tankcsaba életében az, hogy a anyaországon kívüli területen, anyaországon kívüli országban is aranylemes státuszba került az egyik kiadványunk a Slobna segítségével, a világi Oscar 6-os közbenjárásával. Éppen ezért ezt mindenképpen szeretük volna egy ilyen kis ceremónia keretében megejteni. És mivel értelemszerűen a MOL-on és ilyen szinten a Slobnapton és világi Oscar személyén keresztül ezzel szállal kötődünk a MOL-hoz és ehhez az arénához is értelemszerűen, nem beszélve arról, hogy én magam személy szerint is futball szurkolónak vallom magam már nagyon-nagyon régóta, éppen ezért ez egy nagyon jó alkalom volt, kézenfekvő apropó volt, hogy itt lehetünk és itt eltettük meg ezt a találkozót. Értelemszerűen, mivel debreceniek vagyunk, ezért érthető módon elsősorban Debrecen szurkoló vagyok, sőt igazából, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ahogy egy korábbi Loki induló szövege is mondta, bennünk a vér piros-fehér, tehát mi nyilván debreceni szurkolók voltunk, vagyunk és leszünk világéletünkben. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára érthető dolog. Természetesen ezzel együtt, ezzel párhuzamosan nagyon szívesen és nagyon aktívan követem nyomon az összes olyan futballeseményt Európa szerte vagy világszerte, úgy tetszik, de itt Közép-Európa szerte és értelemszerűen, aminek magyar vonatkozásai vannak. És ha valaminek van magyar vonatkozása, akkor az éppen a DAC, azt gondolom, a szó legjobb értelmében, éppen ezért amennyire lehet természetesen nyomon követem az eseményeket. Egyrészt először vagyok itt személyesen. Hozzáteszem, hogy nem utoljára, a mostani találkozótól függetlenül is már beszéltük azt, hogy jövünk majd ide mi is foci meccset nézni. Másrészt pedig nem sok időm volt igazából szétnézni, egyelőre még csak így vizuálisan, csak tényleg csak így körbe pillantottam, mert egy picit késtünk a mostani találkozóhoz képest, és igazából nem azzal kezdtük, hogy a pályát bejárnánk, de így első látásra is azt kell mondjam neked, hogy egy nagyon barátságos, nagyon szimpatikus, nagyon kulturált és a szó legjobb értelemben modern stadion ez, úgyhogy tényleg maximális gratuláció. Megmondom neked őszintén, hogy amikor beléptem, akkor egy kicsit éreztem azt a fajta futballszurkoló izgalmat, amit akkor szokott az ember érezni, amikor egy idegen stadionba belép, ami egyébként tetszik számára is izgalmas. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon klassz dolog lehet itt szurkolni a helyi csapat foci meccsein, és nem akarok ígérgetni, de biztos vagyok benne, hogy én magam is kiveszem majd a részem ebből még előbb-utóbb. És esetleg énekesként is? Tehát egy koncert itt a MOL Arénában esetleg? Ez igazából ez nem személy szerint tőlem függ. Én, ha ide jövök, akkor magánemberként jövök ide szurkolni. Az, hogy zenekarilag lesz-e ennek a dolognak ilyen értelemben, ahogy te is kérdeztem, a folytatása, ez nem az én szortom, ez egy csomó mindenkinek, a másnak is az összességekkel. Én egyébként szívesen állnék egy ilyen kihívásra, természetesen.